Szeretettel köszöntelek egyes csoport, remélem jól vagytok, remélem ki tudom tenni még ma a videót, hogy örüljetek. Az lesz a kérdés, hogy mi az igazi érzései a szeretett férfinek vagy a szeretett nőnek, nézzük is. Ti választottátok ezt a török szemet. Szerelmes nő, mágus, érmék ásza, botok hármas, kelyhek apródja, diadalszekér, botok nyolcas, érmék ötös, a hold, lovak botok, vallás, játékosság, király botok, rózsa. Magammal kell törődjek, és nem. Mit jelentenek ezek a dolgok? Azt érzem, az energiájuk ennek a férfinak, férfiről fogok beszélni, mert az a könnyebb, most nagyon lent van, de össze fogják szedni magukat, hogy jó dolgok történjenek a kapcsolatban. Lehet valami jó ajánlatot akarnak neked most tenni. Lehet, hogy ebben a percben fizikailag külön vagytok, vagy messze vagytok egymástól. Azt érzem, hogy ebben a percben most arra figyel, hogy a munkája, a pénz tökéletes legyen, meg akarja építeni a karrierjét. Úgy gondolja, viszont, hogyha sokáig benne marad abba az állapotban, hogy csak a munkára figyel, akkor valószínű el fog téged veszíteni, és ezt nem szeretné. Nem akarja, hogy a boldogság az elmenjen mellette. Azt érzem, hogy valamennyire tagadja, hogy mit érez feléd, elbújtatja az érzéseit, viszont éjjel-nappal arra gondol, hogyan lehetne veled a jövő, és mit kéne tegyen, hogy jobb legyen a kapcsolatotok. Azt érzem, ebben a percben nem tud a szemedbe nézni, mert fél, ugyanakkor nagyon vonzódik hozzád, és nehéz neki kimutatni az érzéseit. A vallás azt jelenti, hogy komoly emberről beszélgetünk, aki tudja kontrollálni az érzéseit, holott a játékosságra vágyik, a szerelemre vágyik, de valahogy ezt egyensúlyba kéne hozni. Elfáradt abba, hogy állandóan próbálja magát kontrollálni, és azt érzem, mivel nagyon hiányzol neki és vágyik rád, ez segít abban, hogy kijöjjön a sötétségből, és hozzád induljon, te hozod neki a fényt, te hozod neki a napsugarat, és ezáltal ki fog jönni a barlangból. Azt érzem viszont, előbb magát kéne szeretnie, meg kéne tanulni elfogadni önmagát, hisz a múltban problémái voltak. A hold azt jelzi, hogy nem mindig fogadja el önmagát. Lehet, hogy rák horoszkópú vagy ikrek horoszkópú egyénről beszélünk, aki ugyanakkor nagyon érzékeny, viszont nagyon intelligens. Azt érzem, meg akar téged találni, meg akar téged lepni valamivel, bár először önmagát kéne, hogy meglepje. Reméli, hogy észrevetted, hogy megváltozott, igaz, hogy általad, és te általad könnyebben veszi az élet nehézségeit. És ez nagyon sokkolja, hogy te általad egy jobb ember válik belőle. Új embernek érzi magát te általad, és a régi önmagától elfáradt. A rózsa azt jelenti, hogy azt akarja, hogy megbocsássatok egymásnak, és tiszteletben tartsátok a másik életét, hogy ki mit szeret, mi a hobbija, vagy milyen a tulajdonságod, azt akarja, hogy tiszteletben tartsátok egymást. Tehát nagyon fontos a szerelem, de ugyanakkor tiszteletben akarja tartani azt, amit te gondolsz az életről. Azt érzem, hogy ki fog nyílni ennek a férfinek a szíve, hisz a rózsa, mint tudjuk, kinyílik egy idő után. És ez fog segíteni abban, hogy feléd induljon. A királybotok azt jelzi, hogy nagyon akar téged, és nagyon izgatott, hogy milyen jövőtök lesz együtt, és tele van melegséggel a szíve, össze akarja szedni az erejét, meg akarja tanulni, hogy hogyan kell szeretni téged, de mindenképpen jelenleg téged akar. Tudja, ha most nem lép ebben a percben hamarosan, akkor végérvényesen elveszít téged.
A diadalszekér azt jelzi, hogy nem fog téged elhagyni, nem fog téged föladni, mert boldogságot akar veled, és tudja, hogy mit érez, tudja, hogy mit akar, most már nem hitetlenkedik, és 100%-ban készen áll arra, hogy feléd jöjjön, azt érzi, hogy megbízhat benned, de már, mert te már tettél érte olyan dolgokat, aki nem mindenki tenne meg, és most már tudja, hogy 100%-ig megbízhat benned. A 8-as botok jelzi, ez a férfi meg akar téged védeni a rossz dolgoktól, és olyan ember akar lenni, aki meg akar neked adni mindent, családot, házat, és nagyon jó apa is válhatna belőle, hisz ő egy nagyon melegszívű férfi. Ő leszeretné zárni a múltat, ami a dobozában volt, ami nem volt jó, ami blokk volt, azt szeretné, hogyha maga mögött tudná. Azt érzem, hogy jövő héten változást fogsz észrevenni rajta, a viselkedésén, a jobb oldalát fogja neked megmutatni, és valószínű, hogy lépni is fog. Most mind a ketten lehet, hogy szabadok vagytok, és külön-külön vagytok, mégis összekapcsolódtok, mert annyira vonzottok egymáshoz, hogy mind a ketten egymásra vágytok, ugyanakkor meg tudjátok tartani a saját szabadságotokat is. Most azt mondja, hogy magammal kell törődjek, ez azt jelenti, hogy olyan ember volt, aki sokat segített a családjának, és most itt az ideje, hogy végre magának is segítsen, tehát hogy szeressen téged és feléd induljon. Úgy érzi, hogy nagyon sokat segítettél neki megtanulni, nemet mondani, itt a nem, embereknek, és most már, hogyha nem akar valamit, akkor nemet fog mondani. Arra gondol, hogyha találkozik veled, mint szerelmes nővel, gyönyörűnek lát téged és szépnek, arra gondol, hogy szilárd alapokat akar építeni a kapcsolatotokban, és már most arra gondol, hogy tavasszal mennyi lehetőség lesz sétálni a parkba, vagy megenni egy fagyit, tehát szeretné, hogyha a kapcsolat az emberek előtt publikus lenne, és nem szeretne téged elbújtatni, ami azt érzem, hogy nagyon jó dolog. Nagyon sokat gondol rád, minél hamarabb szeretne újra találkozni veled, és a múltban azért nem találkozott tökéletesen veled, vagy nem tudott megfelelni, mert attól félt, hogy ő kicsi ember, nem olyan nagy ember, mint ahogy te szeretnéd, nem volt önbizalma, és ezért hátráltatta a kapcsolatot, de most már annyira hiányzol neki, és magabiztosabb, mert te segítetted meggyógyítani, hogy újra és újra az van a fejében, hogy hogyan tudtok találkozni. Azt érzem, gyönyörű embernek és nőnek is lát téged, és azt akarja, hogy mellette legyél az oldalán, úgy érzi, hogy mind a ketten összeilletek, hisz te vagy neki a lelkitárs vagy ikertársa, mindegy, hogy minek nevezzük, te vagy a szeretett nő az életében, és mint mondtam, azt érzi, hogy a lelketek és az egyéniségetek egy, és Isten is egymásnak teremtett titeket, úgyhogy azt érzem, hogy nem kell sokat várni, nem sokára fogsz hallani róla, már jövő héten is, úgyhogy nagyon jó hírekkel szolgáltam egyes csoport. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nem sokára jövök új videóval, sziasztok!